Üdvözlöm Önöket! 120 éves a Fészeklub. Ugye tudják, hogy hát ez valami hihetetlen találkozóhely volt. Tehát az összes fontos ember itt nyüzsgött, itt mulatott hajnalig, volt kártyaszobától kezdve, van is egyébként, nagy színházterem, kisebb színházterem, szóval itt elképesztő, mi mindent lehetett csinálni, valaha belépő is kellett, szóval nagy dolog volt, hogy egyáltalán ide bejöhetett bárki, és hát Galambos Tibor szerint igazgató úr, aki 50 éve csinálod ezt, ha jól tudod? Hát, jól tudod. Jó, ezt tudom. is. Ezt, ezt is. Ó, köszönöm szépen. És azt is jól tudom, hogy ez a fészek tulajdonképpen mozaik szó. Igen, azt jelenti, hogy festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek, nélkül. és egyéb komédiások, oda tartozunk mi is. Hát körülbelül, igen. Igen. Hogy lett szépen. ez? Hogy lett ez? Ugye ez egyesületi formában működik a mai napig, tehát ez és úgy lett, hogy és összeálltak páran, hogy kell kezd, nekünk egy ilyen? Kezdettől fogva a különböző kávéházakban találkozók, különböző műfajú művészek elhatározták, hogy egy helyen kéne, hogy találkozzanak, ezért összejöttek 901. április 6-án, hogy alakítsanak egy olyan klubot, ahol mindannyian egy, egymással is, meg a műveikkel is találkozhassanak. Így került sor arra, hogy itt találkoztak, és mindenki kifizette az alakuló egyesületnek az egyéves tagdíját. Így és, előre leperkálták? És, és, igen, de akkor még ez nem kis pénz volt, amit ők kerestek, és ebből megtehették. Aha. És kifizették az akkori izraeli lányegyletnek, uh, ilyen uh, a, akinek a tulajdonában volt az épület, ezt az épületet megvették. Aha. Tehát április 6-án meg is alakították az akkori, tehát most már mozaik szavú fészek, fészek művészklubot, és szeptemberre ki is alakították azt a formulát, amelyik, a te, ennek a tevékenységnek megfelel egy picit hagyd idézem föl, hogy ez akkor is már összművészeti klub volt. Igen, ki, mert itt van kiállítóterem, itt van, minden van Hadd olvassam föl, mert ezt azért fejből hogy nem szeretnék kihagyni senkit, hogy ki mindenki volt az első alakuló klubnak a, a vezetőségi tagja és ebből érzékelhető az is, hogy ez összművészeti. Benc Gyula festő, Bródi Sándor író, Csortos Gyula színész, Fadrusz János szobrász, Fényes Adolf festő, Gróth Sándor színész, Hegedűs Gyula színész, Helta Jenő író, Hubai Jenő zeneszerző, Kacsó Pongrász zeneszerző, Kerstok Károly festő, Lechner Ödön építész, Molnár ott Ferec. van a szobra. Ja, ott. Van. ja nem, várjál, nem, ez Munkácsi szobor, a másik, oldalon van Igen. a a Odi színész, Petes Imre színész, Jónai festő, Rózsahegyi Kálmán színész, Stróba Alajos szobrász, Színyei Pál festő, Újházi Ede színész és Vaszali János festő. Hát, hát meglehetősen élőzt is a néző. Nagyon élőzt Na most mit népszor. műveltek itt? Kátyás szobában zsugáztak, gondolom már akkor és, is volt. És ide behozták festők, építészek, szobrászok a, a készülő műveiket, és erről beszélgettek. Egy ö, Színészek az első előadásaik előtt ide behoztak egy-egy produkciót. Szóval itt nagyon jelentős művészeti élet folyt amit hagyományosan feladata is a klubnak. Hát meg társasági élet, és te, az és is. Nagy társasági, tehát, társasági hogy itt, élet. Itt volt. nagy dumaparti, a... gondolom, nagy csajozások, pasizások, Na, ivászatok. Ezt ne konkrétizáljuk. Ne, konkrétizáljuk. ne, ne konkrétizáljuk. Hát ezen a legizgibb. Na, de azért azt tudom neked mondani, hogy ott, ahol mi ülünk, ez egy nagy racsparti helye volt, és ezért ezt úgy is hívták, itt nagy asztalok voltak, amit este is más társaság ült össze, és ebéd után is nagy társaság ült össze, és ezért ezt a helyet marasztalnak hívták, ezt a nagy azt esténként összejövő nagy társaság. Tehát és magyarul, ez, aki egy kicsit becsicsentett, az itt, itt, nyúlt el leginkább. Ezt és, is az is, mivel itt közel volt a presszó, a szomszéd itt be esetleg, Itt több órás itt beszélgetés során, mert anélkül nem megy a beszéd, hogy az, az ott a fresko pillanat? ami meglehetősen jól néz ki, az kié, az ki csinálta? Kérlek szépen, ez, ö, itt mindenki valamit letett, ö, ha, de ez már egy átépítés során. Ez Darvas, Darvas György volt, a, aki ezt az üvegmozaikot csinálta, de hagyd mondjam. Igen, még... fresko, az hülyeség volt, bocsánat. Igen, mert igen. Az, ez nem fresko, igen. igen. Kérlek szépen, itt egy nagyon szép szeci ablak volt. Secesziós. Szecessziós, Szecessziós ablak. ablak volt, és ez a ház maga, maga a kiképzése is azt jelentette, az akkori kiképzése. Aztán ezt a, az 50-es években, mikor államosították a házat és elvették a művészektől, akkor egy ö, ö, ilyen szociál jogek átalakították, amit mi most próbálunk visszaigazítgatni. Aha. Így, így lehet látni azt is, hogy itt a, a, a ö, alumínum ajtók helyett régi fafaragott ajtók, nagy, ö, nagyon díszített ö, di, ö, faragások vannak mindenhol most már ahol ezt anyagilag meg tudtuk hát csinálni. Hát igen, mert ugye ez lehet, azért, lehet ez, tudni, hogy nem, nem vagytok anyagilag ellenesztve, szóval helyenként, hogy finoman fogalmazzak, túl patinás a hely. Igen, azt tudom, ami neked... azt is lehet, jelenti, hogy kopik lefelé hát meg. Nézd itt, kb. 12 éve, 75-ben volt utoljára felújítás. Azóta nem volt, rá, azóta nem volt rá anyagi erő, ami már megviselte ezt az épületet, bennünket is, hogy ezt, ezt így kell, felmutatunk. Miért alakult ez így, mert hogy ti érzitek a függetlenségeteket, és ezért senki nem hajlandó milyen, egy fityiget Milyen jól adni. fogalmazol. Ez egy független civil szervezet. Ma, a, te alakult akkor is, és ma is. Így a az itt lévő, itt bemutatásra kerülő produkcióknak is egyetlen követelménye van az, hogy érték legyen. És hogy ez ki milyen volt, de milyen nagy tehetségből hozta létre, nálunk ez az utóbbi a mérvadó. És ez a, ez a célja ma is a, ennek a szervezetnek, hogy a függet, ugye ahol már nincsenek kőszínházak, nem jutottak, akiknek nem jutottak kőszínházak, de tehetséget Gel próbálnak újrakezdeni. Hát most például azok a Maladépes a... színház Mi... itt próbál, akiknek próbál... szegényeknek beázott a színházok közt azóta, ami egy lakás volt. Mi és az általában ott eset... azoknak adunk azok, elsősorban helyet, akik tehetséggel, de nem nincs lehetőségük, kicsik a lehetőségük. Azért vannak itt a Pintéréknek is, mikor Pintér pélaik társulat, amikor kiszorították őket a helyükről, akkor azt mondtam, gyertek ide. Hát itt csinálták Igen. a 20 éves Igen. jubileumi Igen. produkciókat. Igen. Ott Igen. fenn a nagy színházteremben. Igen. Így volt a Maladipe is, mikor meghallottam, hogy milyen sorsa jutottak, akkor mondtam, hogy gyertek ide, és próbáljátok ki ezt sorsnak használni. Azóta itt mutatták be azt a darabot, amiben az Ivont amivel Lengyelországban most éppen az idén nagy díjat nyertek. Igen, kész... a, ez a Gomrovics darabja, Igen. aki ugye lengyel volt, és pont jól Lengyelországban egy tetejében egy Gombrovics fesztiválon. Tudni kell, tudni kell, hogy mikor, hol kell lenni. <gül> <gül> El kell mondanom, hogy 12 független társalat játszik itt. Tényleg? 12, azért ez nem semmi. És azt kell mondanom, hogy azóta kialakítottuk azt, hogy négy játszáshelyünk helyünk van, az előadó művészet nem csak a színházaknak, hanem koncerteknek is, magad nagyon magas szintű, azon kívül két kiállító helységünk van, és koltás kiállításaink vannak, annyira, hogy az amerikai szaklapok is közölnek időnként az itteni kiállításról. miközben azért az a nagy nyüzsi, mint régen, még sincs. Tehát Igen. A, a klubélet élet hát, igazából nem jött vissza. Azt kell mondanom, hogy a társasági élet a művészetet pártoló élet az fönnáll, itt nagyon sok színűség, ami nem csak rajtunk múlik, mi a helyet lehetőséget biztosítjuk, a művészeken múlik, akik ide járnak, de a társasági élet az visszaszorult. Egyrészt több oldala van ennek, az egyik az, hogy Messze nem annyit keresnek a művészek, mint ami a megéletésükhöz és a egzisztenciájához kell, mint amit akkoriban keresnek, amikor ezt megalakították, és megvették ezt a házat. Igaz, hogy akkor is támogatta a kulturális tárca, amit most nem tesz meg, és támogatta a, a, a GYOSZ, a gyáriparosok Országos Szövetsége, még a diplomáciai testület is mert mindezeknek ez is volt egy klub helysége. Uh -huh. Most, de egy nagyon nagy bevételi lehetőségük volt, ez pedig a kártya. Ez volt egy szerencsejáték. Itt egy állandó szerencsejáték, aminek a pinka pénzét, azt úgy hívták. Minden nyeremény 10%-át le kellett adni a klub fenntartására. És itt egy nagy szerencsejáték folyt akkoriban, ezt szeretném visszahozni. Még akkor is, ha ezt a szerencsejáték rendezi csinálja, csak adja le a 10%-ot. Szóval itt muszáj lesz, mert azért ö, ezt a kiszolgáltatottságot, amiben most élünk, és, és napi nehézségekkel élünk, hogy vajon holnap, holnap után is nyitunk-e. Ezt valahol az önfenntartás felé kell elvinni, és én ezt érzem, hogy valami ilyesmire felé kell próbálkoznunk. Most beszéljek pár mondatot még arról, hogy 120 év. Ez az év azért nem semmi. 120 évet egy kulturális művészeti intézménynek megtenni, ami ezt végig, őrizte ezt, a, ezt az arculatát, és ezt próbálja megőrizni. Az idén most éppen 19-én nyitjuk azt a sorozatot, mert végre nyithatunk, mi azonnal nyitunk szinte, a Grecsó produkcióval nyitunk, amit tudom, hogy vele már csináltál egy, egy interjút, Geccsó Krisztián és Kollár Klemens László, igen, ugye a Kristály frontembere, nekik lesz itt testjük. Igen. Na Mert most hogy... akkor hadd mondjam már, hogy mi begték a határon túli színházakat is hozzuk. Marosvásárhelyi Színházról ö, jön, jön hozzánk, ö, és több kiemelkedő darabot hozunk majd egymás után. Itt lesz a most már 20 fölvi Zenei fesztiválunk. Olyan filmes fesztivált akarunk csinálni, ahol a legnagyobb magyar szín filmrendezőknek egy-egy jellemző darabját itt levetítjük, úgyhogy jelentős mai kontárs filmrendezők méltatják a munkáját, így például elnökünk a török fel is. Itt fogja ezek között, de ezek között olyanok lesznek, most muszáj puskáznom, Bódigábor, Hincs, Homokai Nagy, Huszárék, Simósándor, Tarbélak, Szanusz Klantusz, ezeknek lesz egy sorozata. Szóval ezt az ünnepi évfordulót igyekszünk a magyar művészeti élet ünnepévé is tenni. Mindezeket az ünnepi eseményeket gondolom, a Facebookon föltesszük, Facebookon Facebookon interneten hirdetni fogjuk, és a honlapon követhető. Galambos Tibor, a Fészek Klub igazgatója, beszélt nekünk a 120 éves Fészekklubról, Klubról, viszontlátásra.